mindig azon sportágok kapnak több lehetőséget, akár a médiában, vagy az emberek azon sportágokról beszélnek sokat, ahol vannak ilyen sikerek is, és ugyanakkor pedig megvan az a rendszer, az utánpótlás bázis, ami reményt ad ahhoz, hogy a jövőben ismételten tovább tudjon menni. Én hiszek a tornasport erejében, annál is inkább, mert mi együtt kettedik-két elnökként is egykoron tornáztunk, és nagyon szép időket éltünk meg, és élt meg a tornasport. Hídvégi Víd, Böcögő Dorina és a győri Szabó Nándor is ott lesz a jövő héten péntektől vasárnapig megrendezett viadalon. Sőt, az utóbbi évek legsikeresebb tornászával, Berki Krisztiánnal is találkozhatnak a kilátogató nézők. Igaz, ez alkalommal ő csak vendégként érkezik. Borkai Zsolgy, polgármestere, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke elmondta, ilyen komoly tornaverseny utoljára akkor volt városunkban, amikor még ő is aktív versenyző volt. Így külön öröm számára, hogy ezt a mesterfokú tornászbajnokságot most mi rendezhetjük meg. Ez a sportág világszerte nagyon népszerű, ha pedig az olimpiákat nézzük, az egyik leglátogatottabb látványsportág. A városvezető szeretné, ha a győriek is újra szívükbe zárnák a tornát, hiszen óriási hagyományokkal rendelkezik ebben a városban. És szerencsére ma egyre nő azoknak a fiataloknak a száma, akik Győrben is ezt a sportot választják. Ha megnézzük az olimpiai sportágakat, ott az első háromban bent van a torna, tehát a látványban. A jegyek egy olimpián 20 perc alatt elfogynak az interneten. Hihetetlen, pedig én is most voltam egy világbajnokságon, 18 ezeres csarnokban volt olyan nap, hogy 6-szor mondjuk 12 és 14 ezer közötti nézőszám volt. Egy selejtezőn és minden áldott nap telt ház volt. Tehát nagyon népszerű a világban. Nagyon szeretnénk, ha a magyar emberek is, pláne ugye a torna őshazájába, Győrbe, érdeklődnének erre ez iránt, a verseny iránt, és eljönnének. Az összetett versenyek jövő pénteken 13 órakor kezdődnek a férfiakkal, majd 17 órakor a nők folytatják. Szombaton és vasárnap a szerenkénti döntők 11 órától zajlanak az arénában. A viadal pedig ingyenes, így aki teheti, menjen és szurkoljon kedvenceinek. Ide tartozik.